Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Örömteli szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, itt Gazdagréten a Szent Angyalok plébánia templomban, és nagy szeretettel köszöntjük a televízió kedves nézőit, akik vasárnap délelőtt élő adásban kapcsolódhatnak be a Szent Mise ünneplésébe, délután pedig felvételről hallgathatják az Úr igéjét, és élhetik át a Szent Liturgiát. Az úgynevezett Gaudete vasárnapot ünnepeljük, advent harmadik vasárnapján, az örvendezés vasárnapja van. Szent Pál apostol Filippieknek írt levelében ad hangot a keresztény ember örvendező lelkületének, hogy felhívja erre a figyelmet. Örüljetek, szüntelenül mondom, örüljetek. És ez az öröm, ez a derű a keresztény hitből fakad, nem csupán az örömteli ünnep várásából, hogy közeledik a karácsony, hanem az adakozó örömből. Jónak lenni jó a közmédia a mai napon. Ezzel a jelmondattal hirdetett jótékonysági akciót a katolikus Caritas megsegítésére. Köszönjük ezt a kezdeményezést és fáradozást is. A szolgálatot, amely igazi örömre ad okot azáltal, hogy tehetjük a jót. Öröm a liturgia, öröm a szentmise, minden szentmise előtt a minisztránsainkkal azt az imát végezzük a szolgálat előtt, amely az örömről szól. Örömmel szolgáljatok az Úrnak, örömmel lépjetek színe elé. Most nem csak a szolgálattevőkkel, az asszisztenciával, hanem a hívő közösség egészével adunk hangot örömünknek, amikor meggyújtjuk adventi koszorunk harmadik rózsaszínű, az örvendezésre emlékeztető gyertyáját. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy tiszta szívvel örüljünk mindnyájan az Úrban. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre. Yeah.
Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Hadd kérünk, hogy üdvözítünk születésének nagy napjára elérkezve, örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nékünk. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újjongjon a sivatag és viruljon, mint a lilium. Virulva viruljon, és örömében újjongva daloljon. Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és Sáron pompája. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét. Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg. Mondjátok a csüggett szívűeknek, bátorság, ne féljetek. Ime eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve újjongva újjong. Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és újjongás jár a nyomukban, mert fájdalom és síralom nem lesz többé. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent lecke, Szent Jakab apostol leveléből. Testvéreim, legyetek türelemmel az Úr eljöveteléig. Lám a földműves is türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és a késői eső meg nem érkezik. Legyetek türelemmel ti is, és legyetek álhatatosak, mert az Úr eljövetelének ideje közel van. Testvéreim, ne zúgolódjatok egymás ellen, nehogy ítéletet vonjatok magatokra, mert íme a bíró ott áll már az ajtó előtt. Testvérek, a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik: menjetek és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták: íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál, de még őnála is nagyobb lesz az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, itt Gazdagréten a Szent Angyalok templomban, és a televízió kedves nézői. Jónak lenni jó, ez a mottója annak a jótékonysági műsor folyamnak, amely a mai napon zajlik a közmédiában, minden csatornán, rádióban, televízióban egyaránt. Azért is fontos számunkra ez a jótékony kezdeményezés, hiszen az Anya Szent Egyház, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezetének, a Katolikus Karitásznak támogatását szolgálja ez a mai kezdeményezés. Azt a fáradozást, amely valójában beépül minden plébániai közösség életébe, mert a Karitász az nem egy felsőbb szervezet, hanem a szeretet gyakorlásának mindennapi közösségeit és eszközeit igyekszik megteremteni az egyes plébániákon. És ez a sajátos szolgálat, amely jellemzi a rászorulók megsegítését, hitvalló cselekedet, éppen ezért, amikor azt mondjuk Szent Pállal együtt, hogy örüljetek, ismét mondom, örüljetek, és ismerje meg a mi hitünket és a mi jó akaratunkat, mindenki, erre törekszünk. Ezt leginkább a jó cselekedetek által tudjuk megvalósítani. A hitből fakadó jó cselekedet olyan, mint maga a növényeknek a termése, a gyümölcsfák termése, vagy egyéb növényeké, vagy a búza, beérlelt kalásza, beérett kalásza. A jó cselekedet szívből fakad, és ezért ad örömet, mert visszahat az emberre. Tudjuk jól, ugyancsak az apostol foglalja össze az evangéliumot azzal a fontos mondattal, miszerint nagyobb öröm adni, mint kapni. Tehát jónak lenni jó. Ha figyelmesen hallgattuk a mai evangéliumot, be kell látnunk azt is, hogy ez a hit
amely az öröm forrása, a Messiás küldetésére irányul. A jó cselekedetben, tehát a Messiás küldetésébe kapcsolódunk be. Ezt a küldetést ismerjük el. Ennek a küldetésnek vagyunk a folytatói, megvalósítói. Mert az Úr Jézus valóra váltotta a proféta szavát, Izaiásét különösképpen, aki beszélt az Úr szolgájáról, akinek majd szenvednie kell, aki majd meghal övéiért, de elhozza az örömhírt a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Ez a Messiás küldetése, amelyet az Úr Jézus igazol tanítványai előtt, és igazol az ő előhírnöke és unokatestvére, keresztelő Szent János előtt is. A keresztelő, aki börtönben sínylődik, bátor szókimondásáért, a keresztelő fölteszi a kérdést és üzen Jézusnak, hogy vajon ő-e az az eljövendő, akire várnak és vártak az emberek, vagy valaki másra kell még várni. Keresztelő Szent János, amikor a Messiásról beszélt szigorú szavaival, akkor mindig a végítélet képét rajzolta meg. A fejsze már a fák gyökerén van, és kivágnak minden fát, amely haszontalan. És teremjétek a bűnbánat méltó cselekedeteit, gyümölcseit, tehát az ítélkező és a végítéletet végrehajtó Messiásról beszél. És ezzel szemben az Úr Jézus megjelenik a maga szelídségében és rejtettségében, de ugyanakkor mégiscsak gyakorolja a Messiás küldetésének feladatait és felmutatja a jeleit. Erre hivatkozik, és a prófétára, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a szegényeknek hirdetik az örömhírt, vagyis az evangéliumot. Így tehát keresztelő Szent János bizonyságot szerez arról, hogy nem kell mást várni, és az ő maga küldetése és személye is méltán az útkészítőnek a feladatát töltötte be. Ő lett a Messiás előhírnöke, aki legnagyobb az asszonyok szülöttei között, kiváló életszentsége és példája által. Keresztelő Szent János az útkészítés feladatát vállalta, hogy a proféták, Malakiás is beszélt erről, és ahogy az ő édesatyja, Zakariás születésekor elénekelte a hálaénekét, áldó szavait, elmondta az Úrnak, mikor megnyílt az ajka némaságát követően, és elmondta, áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Ez a hálaének, amit Benediktusnak nevezünk, magában foglalja azt a felismerést is, hogy a Messiás előhírnöke, éppen az ő fia, valóban útkészítő. És azt mondja fiáról, keresztelő Jánosról, Zakariás, téged pedig gyermek a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz előkészíteni az ő útját. És valóban ezt teszi a keresztelő, de mind Jézus küldetésének igazolására és mind saját küldetésének alátámasztására fölteszi a kérdést, te vagy-e az eljövendő, vagy valakire másra kell várni. Az eljövendő azt jelenti, benne van ebben a kifejezésben, hogy ő az, akire várakoztak, akire a várakozás irányult, ő az, akit megígértek a proféták. Tehát ez az a személy, ő az a személy, aki beteljesíti a nép várakozását, az Úr ígéretét és a proféták jövendőléseit. Az Úr Jézus messiási küldetésére hivatkozik, és mint láthatjuk, ez a küldetés mindenben a jó cselekedeteket jelenti.
Mint említettük, a jó cselekedet az a magatartás és felismerés, hogy jónak lenni jó, ez már a gyümölcshozatalt jelenti. De mindaz, ami az emberben rejtetten megvan, jóság, jó szándék, ez már megelőzi a jó cselekedeteket, és mindez a hitre épül az ember lelkében, a hit által és a Szentlélek megvilágosítására végzi az ember a jó tetteit, mert ki akarja mondani azt a jót, valóra akarja váltani azt az örömet, amit hordoz a szívében hite által. Szent Ágoston püspök éppen a mai zsolozsmának második olvasmánya szerint arról elmélkedik, hogy az ige és a kimondott szó az ember lelkében kezdődik, az ige valósága, vagyis a szándék, az üzenet valósága az ember lelkében van, azáltal lesz elérhető, azáltal lesz felismerhető, hogy azt kimondjuk. És akkor, amikor emberi közléseinkkel, beszédünkkel egy-egy szót, mondatot, gondolatot, információt kimondunk, akkor az igét, amely már megvolt a lelkünkben, mint egy kiemeljük magunkból, és áthelyezzük a másik ember szívébe, és akkor már az az ige, ami a mi szívünkben volt, az már a másik ember szívében is ott lesz, és úgy lesz ott, hogy egyszer s mint megmarad a mi szívünkben, hiszen attól mi nem szakadunk el. Sőt, hogyha ezt kiszélesítjük a szavak szűkebb keretéből a jó cselekedetek világába, akkor azt mondhatjuk, hogy a megfogalmazott jó és jó szándék, amit hordozunk a szívünkben, a jó tettekben válik valóra, és a jó tettek által, ami szeretetünket tudjuk áthelyezni a másik ember életébe, lelkébe, és ugyanakkor ez a jó és jóság megmarad a mi szívünkben is, és továbbra is késztet bennünket, sőt örömet ad, ismét hivatkozzunk erre, hogy nagyobb örömet adni, mint kapni, tehát visszahat ránk a kimondott jó szó, a vigasztalás vagy a megtett jó cselekedet, visszahat ránk és továbbra is lelkesít bennünket, hogy tegyük a jót. Ugyancsak, ahogy Szent Pál mondja, és magam is ezt választottam papi elmondatomnak, ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Ez a jóság tehát gazdagít, és erre mondja az Úr Jézus, hogy nekünk a jóban, a mennyei kincsekben kell gyarapodnunk, olyan kincsekért és értékekért kell fáradoznunk, amit nem rág meg a moly, nem emészt el a rozsda, nem visznek el a tolvajok. És ezek a lelki kincsek éppen az előbb említett jó szándékaink, amelyek valóra váltak, amelyek tettekké váltak, de ugyanakkor lelki gazdagságunkat gyarapítják. És ez az a jó, ne feledjük el, ha már a végítéletre is tettünk utalást, ez az a jó, ez az a kincs, és ez lesz az örök élet boldogító tényezője, amit átvihetünk ebből a földi világból, a természet fölötti és örök világba, az örök életünkbe. Ezért olyan fontos megtenni azt a jót, amelyre a Jóisten késztet bennünket. A hideg időjáráshoz illően, de a szeretet melegét emlegetve egy izlandi mesének tanulságos üzenetét szeretném átadni. Élt egyszer Izland szigetén egy szegény halász, akihez tél idején bekopogott valaki. A halász ajtót nyitott, a küszöbön aranyköntösbe öltözött, fénylő arcú jövevény állt. Adj nekem szállást, és megjutalmazlak, mondta az idegen. Elhálhatsz itt, ameddig akarsz, de jutalmat ne adj, mert úgysem fogadom el, felelte a szegény halász. Leültek az asztalhoz, kecske tejet, és hozzá zabkenyeret vacsoráztak.
Ejnye barátom, szólalt meg a vendég, hogyan tudsz élni ebben a szörnyű szegénységben? Az én házamban az emberek ezerféle finom ételt esznek, és tüzes bort isznak hozzá. Házunk tele márvánnyal, aranykehelyből iszunk, és az ételt ezüstányérokon hozzák, amint egyet intek. Ez bizony nagyon jó lehet, felelte a szegény halász. Fogj nekem egy legyező halat, és elviszlek magammal, nagy úr leszel, nem kell dolgoznod, csak a hasadat tömnöd. Fogott a halász egy legyező halat, és elvitte az idegennek, az idegen pedig magával vitte a halászt messzi délre. Irigyelték a sziget lakók a távozót, s annál jobban csodálkoztak, amikor a halász csak hamar visszatért, és szégyenkezve vallotta be, hogy soha többé nem ül fel a kísértésnek. Igaz, hogy messzi délen az emberek aranypoharakból isznak, és ezüst tányérokból esznek, és hogy márványból épült paloták vannak. Igaz minden, amit az idegen elmondott. De mégis a déliekből hiányzik valami. Hiányzik belőlük a mese és a küzdelem. Apró, fényes pénzekért mindent azonnal megkaphatnak, és semmiért nem kell harcolniuk. Nem tudtam jó ízűen enni és inni, mert minden ingyen volt. A földi messiási országnak vágya ez, amit a déliek képviselnek a történet szerint, és a valóságos, szolgáló, jóság, szeretet példája az éppen hidegben és szegénységben élő halász ember esete. És valóban mi arra törekszünk, hogy jóságunkkal, szolgáló szeretetünkkel tudjunk értéket teremteni. Nem az boldogít bennünket, hogy egy szóra minden megvalósul, amiről álmodunk, amire vágyakozunk, hanem az, hogy tehetjük a jót. Az Úr Jézus örömhírt hozott a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigaszt a szomorkodóknak, látást a vakoknak, járást a bénáknak. Ő a jó cselekedet által teljesítette a messiási küldetést. Nem földi király akart lenni, nem ingyen kenyérosztó, bár tett néhány alkalommal csodát a kenyérszaporítás alkalmával, de ez mind előképe volt a lelki kenyérnek, a jóság táplálékának, az eukarisztiának. Az Úr Jézustól tehát azt kell megtanulnunk, hogy nem szabad belefáradnunk a jó tettekbe, és ezt hirdesse minden emberi, adventi, karácsonyi és egész életünkben megvalósuló emberi jóságunk, és ezt hirdesse az a törekvés és felismerés, amely ma összetart bennünket az adakozó szeretetben, jónak lenni jó. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak is tárgyalában. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Istenek szörnyi járában, akire az áldozat előtt, az Istentől, világosságot, valóságos Isten, a valóságos Isten. Szeretve nem teremtő, az Atyának lényegű, és Istenek általának. Élők emberek érő, a bűnösségéből, beszállott a mennyből, megtestesült az
az Atyára és a Fiúra. Ő szólt a proféták szavára. Hiszek az egy szent, katolikus és apostolikus a Szent Egyházban. Hallom az Isten keresztségét, a bűnbocsánatát, és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki azért jött el közénk, hogy örömet szerezzen nekünk, és üdvözítsen minket. Add, Urunk, hogy egyházad örömmel készüljön születésed közelgő ünnepére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy hívei türelmesek legyenek, és jóságukkal örömet szerezzenek embertársaiknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a gazdag népek segítsék a szükséget szenvedő nemzeteket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai buzgón gyakorolják a karácsonyi jótékonyságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy betegeink is örvendezve találkozhassanak veled a karácsonyi szent áldozásban. Kérünk téged, hallgass meg. Szeretett megváltónk, te azt akarod, hogy minden ember boldog legyen. Add kegyelmedet, hogy már a földi életben is érezzük a benned bízók örömét, és egykor országodban elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk szüntelenül előtted álljon. Add, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget,
Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a kedvedben. Emeljük föl szívünket. Köszönjük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálát hirdetjük, Urunk, és hitte valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk,
hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, keresztelő Szent Jánossal, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és Péter püspökünket, segédpüspökeit, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint, dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ki az ország, a hatalom és a dicsőség, Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenhol.
az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Yeah.
Könyörögjünk. Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kedves testvéreim, szeretettel hirdetem a következőket. Mint említettem, és a homiliában erről gondolkodtunk, jónak lenni jó. A közmédiában adománygyűjtés zajlik egész este 11 óráig a mai napon a katolikus Karitász javára. Érdemes bekapcsolódni ennek közvetítéseibe, tudósításaiba, hiszen sok szép példát láthatunk a jó cselekedetek, a közösségteremtő szolgálat vonatkozásában. Itt a mi plébániánkon a mai délután, 4 órai kezdettel az Irodalmi Klub megtartja következő találkozóját, Karácsonyváró hálaadás címmel. Felolvasásra és személyes hálaadásra a szokott módon Kovácsné Mártinál lehet. Az elmúlt évek és év hagyományát folytatva ismét közös mézes kalács sütés lesz a tükörteremben a karácsony előtti szombaton, december 21-én 10 és 12 óra között. Mindenkit szeretettel várunk erre a jótékony kezdeményezésre. Idén is megáldom a jubiláns házas párokat és családokat a Szent Család ünnepén, december 29-én, vasárnap, a 10 órai Szent Mise keretében. Ezért kérem, hogy akik jubiláltak ebben az esztendőben, és szeretnék ezt az áldást elnyerni, szíveskedjenek jelentkezni a sekrestjében vagy az irodában, és a szükséges adatlapot kitölteni. A jövő vasárnapig, 22-éig várom a jelentkezéseket. A karácsonyra készülve adventi vásárt tartunk vasárnaponként a tükörterem előtt. Szeretettel ajánljuk a jótékonysági vásár keretében Kis Szent Teréz breviáriumát, annak a megvásárlását, amely szép lelki csokor és szép karácsonyi ajándék lehet. A fenyőfa vásár is zajlik a templomkertben. A harangszó hátoldalán megtaláljuk az ünnepi események időpontjait, a karácsonyi eseményeknek a szentmiséit, illetve a pásztorjáték időpontját. A tükörteremben ruhabőrzét tartunk most a fűtés támogatására, a templomfűtés fedezetéhez. Az érdeklődőket szeretettel várjuk. A mai homiliában a jóságról, szolgáló, adakozó szeretetről gondolkodtunk, és arról is, hogy az Úr Jézus nem földi jólétet akart teremteni, nem földi kenyérosztóként, messiás királyként akart köztünk föllépni, hanem az ő örök országát nyitja meg számunkra, ami emberi jóságunk által, amennyiben követjük az ő messiási küldetését és annak példáját. De bizonyára felfigyeltünk a messiás küldetésének jellegére, amelyben mind a lélekre ható és a lelket felemelő és üdvözítő, szabadító szeretet mutatkozik meg. Örömhírt hozott a szegényeknek, a lelki szegényeknek, a nyitott szívűeknek, akik befogadják az örömhírt. Ne feledjük el, annak idején Teréz anya mondta itt, boldog Teréz anya Budapesten, a Városmajori templomban, hogy nem csak éhező szegények vannak, hanem a vigasztalás, a jó hír ugyanúgy éhséget,
kíván és éhséget támaszt, vagyis akkor is jótékonykodunk, amikor az igét és a vigasztalást közvetítjük. És ezért gondolom azt, hogy a mi szolgálatunk itt Gazdagréten, a média szolgálat, ilyen jótékonykodás. Talán sokan csodálkoznak, hogy televíziós közvetítéshez miért kérünk adományt, azért, mert ennek is vannak bőséggel anyagi szükségei, szükségletei, de ne feledjük el, hogy ez a szolgálat, amit én már 2 éve folyamatosan közvetítünk és végzünk innen Gazdagrétről, a lelki tápláléknyújtást, vigasztalást jelenti nagyon sokak számára, hiszen majdnem 2 millió háztartásban foghatják a Pax Televíziót, amely csatorna közvetíti a mi szentmiséinket minden vasárnap. Ezért kérem ismételten a média apostolok jelentkezését, és kérem a támogatást továbbra is ehhez a lelki táplálékosztáshoz és jótékonykodáshoz, akik szeretnék azt, hogy a média apostolok közösségébe tartoznak, és szeretnék támogatni a jóra törekvésünket e tekintetben, jelentkezzenek a média telefonszámunkon a 061-707-3300 telefonszámon. Isten fizesse meg az e fajta támogatást és jótékonykodást is, különösen annak a közel 500 média apostolnak, aki már ez idáig rendszeresen támogatta törekvésünket. A jó Isten áldását kérjük az életünkre, hogy a jó szándék tettekben öltsön testet, és tapasztaljuk meg nem csak a mai örömvasárnapon, hanem életünk mindennapján, keresztény hitünk nyomán, hogy jónak lenni jó. Most fogadjuk az áldást. Az Úr legyen veletek, a mindenható és irgalmas Isten, akinek egyszülött fiáról hittel valljátok, hogy eljött közénk, s várjátok, hogy újra eljön az idők végén, szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével, s árassza reátok gazdagon áldását. Amen. Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között álhatatosak maradjatok a hitben, örvendezők a reménységben, s tevékenyek a szeretetben. Amen. Ti, akik most megváltunk, test szerinti eljövetelének szívből örvendeztek, dicsőséges második eljövetele idején, nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. Amen. S áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértése ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.